Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Görbic Tamás vagyok, a Budapesti Autonóm Gyülekezet lelkésze, és a jelenések könyvének a hét gyülekezetével foglalkozunk csendes perceinkben, és így érkeztünk el a Tiatírai gyülekezethez, a negyedik közösséghez, és az üzenet így szól. A Tiatírai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jézabelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálvány áldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig, a többi tiatíraljanak, aki nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek úgymond a sátály mélységeit, mint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett. Hogy legeltesse őket vasveszővel, törje össze őket, mint cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnal csillagot, akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Hát ez egy szép hosszú üzenet, és hogy az előző részben mondtam is, ha azt mondjuk Pergamonról, hogy az a nagyvárosi gyülekezetnek a színe a képe, akkor ez pedig a kisvárosi gyülekezetnek a, a színe, a képe. Annyit tudunk a történelemből, tiltiráról, hogy erős céhek működtek benne, és gyakorlatilag az üzletnek az volt az érdeke, hogy az ember a helyi politikában, és ezekben a helyi céhekben, amelyek mind-mind egy, egy pogány istenséget választottak, úgymond védőszentül, védőistenségül maguknak részt vegyen, és ez hatott erre a közösségre, és ez hatott erre a gyülekezetre. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy az a gyülekezet, ami nem ebből a világból való, elkezdett nagyon evilágivá válni, nem abban az értelemben, ahogy a Pergamoni, hogy elkezdte felvenni a világi erkölcsöket, hanem abban az értelemben, hogy elkezd, elkezdte beengedni a politikát, meg a különböző gazdasági érdekeket, manipulációkat a gyülekezetbe, és az ige hirdetést már nem a mennyei valóságnak, nem az Isten országának a szolgálatába állította, hanem megengedte egy bizonyos hölgynek, akit itt le, ez a bele ez az író, megengedte ennek a, 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 ugye a hölgy ebben az értelemben a csábításnak a képe, a csábításnak a szimbólum, hogy elcsábítsa, azokat, akik Istent keresték, és bevigye őket ebbe a gazdasági, politikai manipulációkba. Mit kell tudni Izabelről? Ő ugye egy szidoni király lány volt, aki Omria fiának, Akhábnak azért hozott feleségül, hogy politikai érdekből létrejöjjön egy kapcsolat, ugye a gazdag Tírus és Izraelnek az északi része között. Lehet, hogy ez politikai szempontból abszolút egy jó lépés volt. De azt eredményezte, hogy ez a Jézabel az állam hatalmat és a király hatalmával visszaélve elkezdte üldözni ugye az úrnak a híveit és profétáit annyira, hogy még maga Illés is azt hitte, hogy egyedül maradt, és őt is halára keresik, és gyakorlatilag Jézabelnek sikerült eltörölnie az Isten félelmét és az Isten ismeretét a királyságban. És ugye az úr felvilágosítja Illés, hogy ez egyáltalán nem így van, mindig van maradék, és ennek is nagy üzenete van a számunkra. Jézabel asztaláról ettek a Baál prófétái és az Astoret prófétái, gyakorlatilag az állam etette a lelkészeket, a papokat, a prédikátorokat, és ennek az lett az eredménye, hogy el is várta, hogy ezek a lelkészek, ezek a prédikátorok az államnak kedves üzeneteket mondjanak és szóljanak, és ehhez akartak idomulni azok a gyülekezetben, akik időnként megragadták a pulpitust, és még az Isten igéjét is arra használták fel, hogy ilyenfajta politikai vagy gazdasági érdekeket hirdessenek Elleplezve az Isten ígéje alá. Mi a gyógymód? Ugye Jézus eleve úgy mutatkozik be, mint aki, aki a tejhatalom. Ugye a hatalma attribútumaival jelenik meg a bemutatkozásnál. És mit ígér a győzteseknek? Azt ígéri a győzteseknek, és akkor talán tisztázzuk, hogy mi az, hogy győztes, miben kell győzni. Ugye a hitnek a harcában kell győzni, ezek mind a hitünknek a kihívásai, amelyekről itt szó van, és aki képes a hitében megállni és győztesen megharcolni a pályát, ahogy Pál Lapostól is mondta, hogy ugye megfutottam a pályámat, megharcoltam a hitnek a nemes harcát, és a, hitemet megtartottam, megküzdöttem érte. Tehát itt is erről van szó, hogy aki győztes ebben a hitünket érő kihívásokban, annak ígéretei vannak, és itt az ígéret arról szól, hogy ahogy az Úr Jézus is az hatalom ült, miután az Isten akaratát szolgálta, és nem kötött kompromisszumot se a rómaiakkal, se Heródessel, se Pilátussal, se a szaduszeusokkal, se a farizeusokkal, hanem az Isten küldetése volt számára a legfontosabb, és az atya hatalmát örökölte, ugyanígy a valódi hatalmat és a valódi királyságot fogják örökölni azok, akik őhozzá hasonlóan ezekben a hitbéli kihívásokban is győzni tudnak.